2007 óta minden nyáron neves hazai és külföldi muzsikus tanárok vezetésével szervezik meg a Schiffer Ervin nevével fémjelzett zenei mesterkurzust. A Barokk Fesztivállal egy időben az ország és a világ minden részéből ígéretes zenész tehetségek érkeznek Tatára, hogy tudásukat fejleszék az itt töltött 2 hétben. A hallgatók minden nap órarend szerint gyakorolnak, készülnek a koncertekre, és idén is többen bemutatkoztak a fesztivál különböző programjain. Thank you.
nemzetközi szinten is nagyon-nagyon nagy reneszánsza van, hogy így ilyen nagyon szeretnek menni a fiatalok nyáron, és együtt dolgozni, és muzsikálni, és megismerni esetleg más professzorokat más országokban. Hogy itt a TÁN, a Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus miben más? Hát véleményem szerint abban, hogy egyrészt egy egészen frenetikus professzor gárda dolgozik itt. Azok a nevek, hogy Schiffer Ervin, Sebestyén Katalin, akik évtizedek óta a pályán vannak és dolgoznak, és nagyon sok kurzust levezényeltek már Amerikától Afrikáig, tényleg mindenhol a világon voltak. Én azt gondolom, hogy ezek vonzák a fiatalokat. Jönnek is, szoktam mondani, hogy az Ervin bácsin is, amíg élt szegény, meg Katin még jelen pillanatban is fürtökben lógnak a növendékek, tehát már a növendékeknek a saját volt növendékeiknek a gyerekei, meg azok unokái is vannak már most itt nálunk is ezen a mesterkurzuson. Most éppen a tegnapi, vagy tegnap előtti nap folyamán Bostonból érkezett egy fiatalember, egy apuka, akinek a kislánya most itt van, 17 évével a Katinál hegedül, és hát arról beszélgettünk este, hogy milyen csodálatos volt ez mindig visszamenőleg 10 évre is. Tehát egyrészt van egy nagyszerű vezetőgárda, ehhez persze most már fiatalabb professzorok is gyülekeztek, akik szintén nagyon nagy karrierrel érkeztek ide, és nagyon nagy vonz erővel, hogy így mondjam, nagyon sok gyereket vonzottak. Ilyen a Lukasz Blondel, aki a Darmstadt-i és a Berlini Zeneakadémia professzora, de ilyen Orszi Léka, aki az Amsterdam és a brüsszeli filharmonikusoknak az első csellistája, illetve tanít is a mindkét intézményben, mindkét városban. És ilyen Schiffer Ervin tanítványa, Sander Girc, aki brácsista, és szintén már nem először, már talán harmadjára van itt nálunk közöttünk a mesterkurzuson. Hát ő azt a szellemiséget viszi tovább, de azt hiszem, hogy mindannyian kötődnek valamilyen szálon Schiffer tanár úrhoz, amit ő képviselt. Vagyis egy maximalista követelmény a diákkal szemben, tehát felkészülten és nagyon jól ismerve a darabot. Érkeznek oda az órákra természetesen, és az az együtt muzsikálás, meg az együtt dolgozás, az együtt gondolkodás a darabokról hozza őket igazán össze. Hát ebben ezek a mesterek nagyszerű irányítóként működnek. Én úgy veszem észre, hogy a gyerekek ragyogó arccal jönnek ki a próbákról, a szólóórákról is, és ugye elkezdődtek már ezek a házi hangversenyek itt két nappal ezelőtt, azok a koncertek önmagukért beszélnek, hogy tényleg valami elképesztő munka folyik itt folyamatosan a mesterkurzuson. Hát talán ez az egyik része, tehát van egy olyan szakmai tudás, ami abszolút profi, és ezt szeretik a mai gyerekek is, én azt gondolom. És aztán vagyunk mi a háttérben, akik nagyon szeretnénk, hogyha jól éreznék magukat itt Tatán ezek a növendékek. Ezért is választottuk az öreg tavat, a nagy tavat a két kis hotellel, amelyet most zsúfolásig megtörtöttünk tanárostól diákokról, hiszen 60 növendék érkezett a kurzusunkra. Ez a Sirá és a Mónika panzió, és hát ott a gyerekek nagyon szeretnek, lehet kicsit fürdeni, lehet futni a tóparton, amikor kicsit éppen pihenni akarnak, lehet együtt beszélgetni, együtt vacsorázunk, tehát van egy olyan közösségi életünk is itt a kurzusban, ami abszolút összehozza ezt a társaságot, úgyhogy ez is nagyon fontos. Kis Dottóval hozzuk, visszük őket reggel a zeneiskolában, ahol a munka folyik, és este haza, amikor együtt vacsorázunk. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból emberileg is és szakmailag is egy nagyon jól felépített programot tudunk biztosítani itt a gyerekeknek, és én ennek nagyon örülök. Thank you.
Minden diák egy kicsit más motivációval érkezik ide a kurzusra. Van, aki éppen felvételt nyert valahova, és hát még nem tudja, hogy mi vár rá egy mondjuk egy főiskolán, egy konzervatóriumban, egy egyetemen, vagy egy master tagozaton már. Vagy ha tudja is, akkor olyan darabokat szeretne oda előkészíteni, amivel hát meg tud jól mutatkozni ott majd a tanárai előtt, az új tanárai előtt például. De aztán van olyan is, aki éppen egy nemzetközi versenyre készül, és oda akar felkészülni, és együtt dolgozni, és bemutatni mondjuk itt a koncert lehetőségeken az ő tudását, tehát egy kis rutint szerez, még több rutint szerezni, hogy így mondjam. Aztán hát van, aki például zenekari szólamot akar megpályázni valamelyik nagy szimfonikus vagy filharmonikus zenekarban, az például azért jön direkt mondjuk egy-egy hangszeres tanárhoz, hogy azt a zenekari anyagot vegyék át és beszéljék át, amit majd ott mondjuk a felvételén fognak kérni tőle. De valaki éppen a diplomakoncertjére készül, amit mondjuk majd október ősz folyamán bonyolítanak le, ilyenek is vannak. És ahogy említetted, valóban vannak nagyon fiatalok, most is van ilyen 14-15 éves kis csilei kislányunk, és vannak olyanok is, akik már tanárként dolgoznak, vagy éppen valamelyik nagy szimfonikus zenekarnak a szólistái. Most is volt egy máltai fiatal ember, aki a máltai filharmonikusoknak az első brácsistája volt, de meghallotta a Katinak a tanítását, ott egyszer Máltán tartott kurzust, és azonnal itt volt. De hát ez a bosztoni apuka is erről szól, hogy ide jön, és hát nem győzik a régi szép emlékeiket elmesélni. Aztán például a Magyar Állami Operett Színháznak a koncertmestere is itt volt. Tegnap kellett neki elmennie, mert kezdődik a munka az operettben is. Hát ő is azért jött, hogy beiratkozzon a Katihoz, és hát ő már nem a Minden diák egy kicsit más motivációval érkezik ide a kurzusra. Van, aki éppen felvételt nyert valahova, és hát még nem tudja, hogy mi vár rá egy mondjuk egy főiskolán, egy konzervatóriumban, egy egyetemen, vagy egy master tagozaton már.
vagy ha tudja is, akkor olyan darabokat szeretne oda előkészíteni, amivel hát meg tud jól mutatkozni ott majd a tanárai előtt, az új tanárai előtt például. De aztán van olyan is, aki éppen egy nemzetközi versenyre készül, és oda akar felkészülni, és együtt dolgozni, és bemutatni mondjuk itt a koncert lehetőségeken az ő tudását, tehát egy kis rutint szerez, még több rutint szerezni, hogy így mondjam. Aztán hát van, aki például zenekari szólamot akar megpályázni valamelyik nagy szimfonikus vagy filharmonikus zenekarban, az például azért jön direkt mondjuk egy-egy hangszeres tanárhoz, hogy azt a zenekari anyagot vegyék át és beszéljék át, amit majd ott mondjuk a felvételén fognak kérni tőle. De valaki éppen a diplomakoncertjére készül, amit mondjuk majd október ősz folyamán bonyolítanak le, ilyenek is vannak. És ahogy említetted, valóban vannak nagyon fiatalok, most is van ilyen 14-15 éves kis csilei kislányunk, és vannak olyanok is, akik már tanárként dolgoznak, vagy éppen valamelyik nagy szimfonikus zenekarnak a szólistái. Most is volt egy máltai fiatal ember, aki a máltai filharmonikusoknak az első brácsistája volt, de meghalott a Katinak a tanítását, ott egyszer Máltán tartott kurzust, és azonnal itt volt. De hát ez a bosztoni apuka is erről szól, hogy ide jön, és hát nem győzik a régi szép emlékeiket elmesélni. Aztán például a Magyar Állami Operett Színháznak a koncertmestere is itt volt. Tegnap kellett neki elmennie, mert kezdődik a munka az operettben is. Hát ő is azért jött, hogy beiratkozzon a Katihoz, és hát ő már nem a legfiatalabb korosztályba tartozik, hanem egy érett muzsikus, egy kiváló művész járja a világot, és mégis visszajön a Katihoz, hogy egy kicsit még átbeszéljenek dolgokat, darabokat és segítséget kérjen. Tehát ennyire sokféle színű ez a történet itt, ami mondjuk abból a szempontból is nagyon jó, hogy ez a sokféle generáció is találkozhat egymással, természetesen 4-5 nyelven beszélve egymással, úgyhogy mindenféle szinten nagyon-nagyon jól segítik egymást ezek a fiatalok, én azt gondolom. Sebestyén Katalin hegedűművészért szinte rajonganak diákjai, egész nap érkeztek hozzá a tanulni vágyó növendékek. Sokukkal a mindennapokban is együtt dolgozik, de van, aki csak azért jár vissza évről évre a kurzusba, hogy néhány napig tőle is tanulhasson. I think she's an amazing person. Yes, not she's not a teacher, a really, really good teacher. Ez a spanyol származású hallgató például arról beszélt, amellett, hogy Sebestyén Katalin fantasztikus ember, jó tanár és igazi mester is, aki nem csak utasításokat ad, hogy kell a hegedűn játszani, megtanítja érezni, gondolkodni a zene nyelvén a fiatalokat. Most posztgraduális tanulmányaimat végzem a Gröningeni Prinz Klaus Egyetemen, és emellett zenekari zenésze vagyok az Észak-Hollandi Zenekarnak és az Antwerpeni Király Flamand Zenekarnak. És igazándiból
A motiváció az volt, hogy, hogy a főnököm, illetve az első brácsás a zenekarban, az a Sonderk Herz, a brácsa tanárunk itt a kurzuson, és ő egy olyan ember, akitől mindig is lehet tanulni, ugyanúgy, mint a zenekarban, és szerettem volna, hogy nem csak a zenekarban tanulok tőle, hanem egyénileg is. És az elmúlt éveket is mindig azért szerettem ide visszajönni minden egyes évben, mert nem csak a tanulmányok miatt, hogy fejleszék a saját egyéni előadói készségeimet, hanem mert nagyon sok barátom van, aki ide visszatér, és együtt játszunk megint, és együtt nőttünk fel szinte már, mint egy nagy család, vagy egy osztály. És ezen kívül az nagyon tetszik a kurzusban, hogy nem csak a brácsa tanároktól tanulhatok, hanem ugyanúgy a cselló tanártól is, aki egy kiváló csellista, nemzeti belga zenekarnak az első csellistája, az Olszi Léka, vagy mint a Sebestyén Kati néni, aki mindannyiunknak az édesanyja, aki mindig is nem csupán tanárként van itt, hanem mint törődő anyaként. És ezen kívül az zongora kísérőink is, és hát végül, de nem utolsó sorban Lukás Blondel, aki hatalmas osztályt hozott magával, és mindannyian körömére egyre több zongorás kamaradalapot adhatunk elő. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy az egész egy ilyen nagyon, nagyon inspiráló mindenki számára, és nincsenek színbeli különbségek itt. Legalábbis olyan környezetet teremtenek a tanárok, hogy itt kizárólag csak egy cél van, a zene. Thank you.
hogy ugye diplomázottként már beléptem egy olyan korba, ami már nem igazán a hangok meg a ritmusok tanulásáról szól, hanem a saját zenei hangszínnek a felfedezése, és hogy azt vettem észre, hogy mindez a kamara órák és az egyéni órák keretében számomra ez volt, ami rendkívül fontos volt, és nagyon sokat is tudtam beszélni mind a tanárommal is, meg a kamaraórák során és a kollégákkal, hogy hogyan, mi az a cél, amit együtt szeretnénk elérni. És hát mindenkinek különböző motivációja volt, gondolom. Nekem tulajdonképpen a próbajátékokra, versenyekre való felkészülés az igazi mesteri munkának az elsajátítása, mert tulajdonképpen a munka, az eredményhez vezető munkának a felépítése nagyon fontos, és számomra talán ez volt a idei évben a legfontosabb, hogy ezt a Sanderrel ezt el tudjunk ebben mélyülni, hogy milyen gyakorlási módszert fejleszünk ki saját egyéni képességeimhez szíven. Mindenki egy kicsit más kultúrát képvisel. Nagyon érdekes volt például a tegnapi házi hangversenyünk, ami több mint 3 órás volt egyébként, és ott hát mindenféle zeneszerzőnek a műveit hallottuk. Számomra is volt 2 olyan zeneszerző, akinek életében a nevét sem hallottam, és a darabjait se. És például ez a kis kínai kislány, akit úgy hívnak, hogy Ring Lon, ő játszott egy kínai zeneszerzőt, honnan ismernénk, ugye egy kortárs zeneszerző, és írtó érdekes volt hallani azt, hogy ugyanazzal a pentaton világ, egy zongoradarabról van szó, ugyanazzal a pentaton világgal dolgozik, mint a kínai zenében ugye az ős régi zenehangjai, és ezt egy olyan fantasztikusan felépített drámai és lírai és mindenféle elemeket felvonultató zongoradarabban mutatta meg, hogy tényleg leesett az állunk, és nagyon-nagyon tapsoltunk ennek a kislánynak, aki bemutatta saját maga érzelmeink keresztül az egész országát tulajdonképpen. És erről még lehetne beszélni sokat, mert például van egy Eduardo Canto nevezetű brazil fiatalember, aki 2 nappal ezelőtti koncerten játszott egy Brahms hegedűverseny első tételt, ami egy óriási nagy mű, már csak az első tétel is egy 20 perces zenei anyagot jelent. Brazil,
olyan hihetetlen hitelességgel és olyan szuggesztív előadása, hogy lemezre lehetett volna venni. Tehát mondjuk ilyen példák föl sorakoznak itt egy-egy ilyen hangversenyen, egy brazil srác, a mi kis Brahms európai zeneszerzőnknek ezt a tényleg hihetetlenül nehéz koncertjét így, ilyen vehemenciával és erővel és meggyőzéssel előad, de nagyon sok ilyen fajta dolog van. Aztán a kamaramuzsikálás a másik olyan történet, ami szintén a különböző nemzetekből érkezett fiatalokat nagyon jól össze tudja hozni, hiszen mindenki egy kicsit másként tanult az zenét, alapfok, középfok, felsőfok, és aztán így megérkeznek ide másfajta tudománnyal. De pont erre jó ez a történet, hogy együtt muzsikálásnál megbeszélhetik, átgondolhatják, mindenki elmondhatja a saját tapasztalataikat, akár a zeneszerzőkkel, akár a művel kapcsolatosan, plusz természetesen a tanár otthon is irányítja a gondolkodást, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó szakmai munka, úgyhogy én magam is élvezem, és én csak azt sajnálom a magam részéről, hogy a sok mindenféle szervezői munka miatt nem tudok minden órán ott lenni, csak éppen bele pillantani ezekbe a műhely munkákba, ami tényleg fantasztikus. We'll be right back.